Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a Szombathely ma, amiben ma este egy jó 3/4 órán keresztül frakcióbeszélgetésre várom a nézőket. Szokásunkhoz híven a közgyűlés után ide a stúdióba meghívtuk a pártok képviselőit, hogy mondják el véleményüket a várost érintő legfontosabb kérdésekről. Rögtön kezdünk. Kedves nézőink, itt a stúdióban már részben elkezdtünk beszélgetni, és szeretettel köszöntöm vendégeimet. Marton Zsolt alpolgármestert a Fidesz-KDNP részéről, Molnár Miklós alpolgármestert a Proszavária részéről, Horváth Zoltánt, az LMP önkormányzati képviselőt, és Gyablovszki Jánost, az MSZP-SZTK frakcióvezető helyettesét. Jó estét kívánok, uraim! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Sok-sok téma fölmerült a közgyűlésen. Menjünk sorba. Az első ilyen fontos a város költségvetését érintő kérdésről volt szó, ez az ingatlan értékesítés. 710 milliót remél a város, az önkormányzat a város ingatlanjainak értékesítéséből. Teljesülhet-e ez? De előzményekről annyit, hogy februárban tárgyalt a város a költségvetést, és ennek kapcsán született egy olyan döntés, hogy a fejlesztési oldalon lévő finanszírozási problémák megoldására kell készíteni a márciusi közgyűlésre egy vagyon gazdálkodási stratégiát, amelyben én nem fogalmaznék így, hogy pontosan 710 millió forint vagyonértékesítést remél bárki, hanem amelyben meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy melyek azok a vagyontárgyak, amelyek értékesíthetők, amelyeket a város értékesíteni szeretne, és a korábbiakkal ellentétben, a korábbiakhoz képest eltérő módon az ebből származó bevételt kizárólag fejlesztési célokra, akár önálló fejlesztési projektekre, akár uniós pályázatok fejlesztési önrészére kívánja fordítani a város, mint ahogy egyébként törvényi jogszabály szerint nem is fordíthatná másra. Pont az volt a probléma, hogy korábban a fejlesztési célú bevételeket, azokat működésre lehetett fordítani, sőt az egyébként csak betervezett fejlesztési bevételeket, amelyek nem valósultak meg, azokat is működési célra folytották a korábbi közgyűléseken, és amikor nem történt meg egy ilyen értékesítés, ugye ebből lett a többek között aztán a hitel, amelyet vissza kell később fizetni. Tehát igaziból ez egy vagyongazdálkodási stratégia, amelyből, amilyen mértékben tud gazdálkodni a város a vagyonával, és tud bevételeket produkálni, olyan mértékben állnak rendelkezésre a már eldöntött fejlesztéseken kívül további fejlesztési lehetőségek. Tehát szerintem ez vagyongazdálkodási bevételnek nevezni önmagában ez egy oldalú, ez egy vagyongazdálkodással kapcsolatos egyik oldal, amelyből egy sokkal nagyobb vagyon képződik a másik oldalon, hogyha elköltjük az ebből származó bevételeket. Mely ingatlanok merültek itt fel? Tessék mondani, Gyabrowski. Csak képviselőtársam most kísértetesen azt mondja, amit pár éve ezelőtt mi mondtunk, azért egy tömbesi rehabilitáció nem egy olyan komoly értéktelentő beruházás, hogy rendkívül nagy mértékű bevételt okozna a városnak. De ami a lényegesebben a dologban, hogy sajnos ez a sajnos Szombathely egyik problémája, és általában az önkormányzatok finanszírozásának egyik problémája, hogy gyakorlatilag mióta megalakultak a vagyonfelelésből kénytelenek pótolni a saját kiadásaikhoz szükséges eszközöket, pénzeszközöket, mert egyszerűen az állam nem biztosítja ez a megfelelő finanszírozási feltételeket. Ez úgy volt eddig is, és most is így van. Mindenféle konszolidált költségvetése, mindenféle adósság konszolidáció ellenére újra termeli Szombathely városa az adósságát, mert egyébként ez a bevétel, amit most terveznek, ez nem fog megvalósulni, ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, ennek nagyon sok olyan eleme van, amit már évek óta próbálunk eladni. Hát szerintem a strand területét kb. 6 éve próbáljuk eladni, és még van egy-két olyan ingatlan, amit nagyon régóta próbálunk eladni, és nem sikerült eladni. És mi lehet ennek az oka? Hát ennek a legfontosabb oka az én érzésem szerint ma, hogy egyrészt a tevékenység, amire eladhatnánk azt a területet, azt a város teljesen normális okból, várospolitikai érdekből meghatározta, tehát behatárolta. Ez volt az első probléma, első időszak probléma, a második időszak probléma meg az az ingatlan válság, az a hitelválság, ami gyakorlatilag nagyobb fejlesztéseket sem tud létrehozni a Szombathely városában, mert nincs meg hozzá egyrészt a megfelelő kereslet, tehát az emberek jövedelme nem alkalmas arra, hogy lakásokat vagy bármi egyéb ingatlant vásároljanak. Itt főtéri ingatlanokról van szó. Nem csak arról beszélek, akár bármilyen ingatlan fejlesztésről, mondjuk a strand területén lakóépületeket létrehozni, lakóházakat létrehozni, lakásokat létrehozni, de ezeket meg is kell vásárolni, illetve kell hozzá egy bank, aki ezt finanszírozza. És ennek miután
az egyik lába hiányzik természetesen a kereslet oldala, így hát a kínálati oldalt meg nehezen finanszírozza meg egy bank, mert később bemaradhat, beszorulhat ezzel a hitellel. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek megváltoztak az elmúlt években. Aztán vannak olyan ingatlanok, amit képviselőtársam kezdett el mondani, csak én belevágtam, elnézést kérek érte, amelyeknek az értékesítése kifejezetten káros, mert azon kívül bele van szorítva az önkormányzat, de a bérleti díjakból és egyebekből az eladási ár szerintem 10 éven belül megtérülne, tehát onnan fölötti, a fölötti bérbeadás értékesítés, tehát a bérbeadás az gyakorlatilag többletjövedelmet jelent az önkormányzat számára, meg nem utolsó sorban, amit én fontosnak tartok, az ingatlan értékesítés egyfajta várospolitikai tevékenységet is jelent, hogy mit szeretne a város azon a területen, az az ingatlanon, mit tud elképzelni. És ezt csak akkor tudja legjobban befolyásolni, ha bérbe adja, ha eladja, és előtte határozza meg, hogy mi az, amit szeretne, és mi az, amit nem szeretne, az nyilván értékcsökkenő, tehát ez még jobban csökkenti az értékét ezeknek az ingatlanoknak. Tehát ez egy örök dilemma, és mondom, a folyamat nem változik. Most csak annyi változott, hogy egy kicsit átszíneztük a Stiglicet, fejlesztési bevételekből lehet csak fejlesztési kiadásokat támogatni, én ezzel maximálisan értettek, illetve fejlesztési bevételekkel nem lehet fenntartási kiadásokat támogatni, ezzel is egyetértek, csak az a probléma, még egyszer mondom, hogy ezen kívül okosakat lehet mondani, ezen kívül a törvény nem biztosítja a feltételeket a üzemeltetéshez és a fejlesztésekhez nyilván nem. Marci is annak is egy részét elvonta. Az előbb, ha jól látom, Molnár Miklós szeretett volna reagálni. Én is kérlek, csak tényleg beleszóltam. Várok, nyilván más is akar beszélni, csak Orvázó, igen? Annyit egy mondat akkor, hogy önmagában összehasonlítani a korábbiakkal szerintem fizikai képtelenség, hiszen, mint említettem, korábban betervezett vagyongazdálkodási bevételeket elköltöttek működési oldalon, és egyébként nem valósult meg. Tehát nem elég, hogy nem fejlesztés lett belőle, még működési oldalon is elköltöttük a nem létező bevételt, ezáltal lett az óriási hiány. Ezekből a vagyongazdálkodási bevételből nem képződik hiány, hiszen ha nem valósul meg, akkor nem lehet elkölteni. Ezek a törvény szabályozza. Tehát nem tud újra termelődni, nem tud újra termelődni a hiány, hiszen törvényi korlát van. Az a meglévő adósságállomány, ami itt marad az önkormányzatnak, ami körülbelül 1/3 a korábbinak, nyilván azt kezelni kell, azzal kapcsolatos kötelezettségek vannak, de egyébként új hiány nem tud termelődni jelenleg a törvény, nem tud termelődni a jelenlegi törvényi szabályok mellett. Tehát ilyen szempontból összehasonlítani korábban eleve nem is lehetséges. Én kíváncsi leszek, hogyha ez így van, egyébként így van, ahogy képviselőtársam mondja, bár az a feszültség már a mostani közgyűlésen is látszott, hogy a fideszes többség akár a választás közeletté, vagy akár mert érzi a választókörzetében a konfliktusokat, amik egyébként sajnos nem csak az ő választókörzetekben, város egészében konfliktust jelent, hogy finanszírozzuk azt a tömegközlekedést, amit annak idején hosszas kérésünkre kértük, hogy ne vegyük le, levettünk, most visszatesszük, ez egy közel 60 millió forintos többletet jelent, a volánnal való fizetési elszámolás egy további 40 millió forintos többletet jelent, a fejlesztési célú kiadások, mert nem tudom, Zsolt, ezt te jobban értesz, a tömbelsők meg egyebek, azt egy további 100 millió forintot jelent, meg kell finanszírozni a fürdőnek a költségeit, ami 140 millió forintot jelent, és csak az, amit egy közgyűlésen most itt igényként vagy problémaként felvetődött, ami egyébként a költségvetésnek ugyanannyi része, tehát nem csak a bevételi oldal része, a mostani közgyűlésen azért idézőjelbe véve, hogyha ezek a gátak nem mennének, bizony elköltöttünk egy olyan 2-300 millió forintot, tehát azért ezt, és nincs fedezet nélküli 2-300 millió forintot. Én nem tudom, hogy ezt a mostani feszültséget hogy fogja megoldani a fideszes többség. Az meg egy bölcs húzás volt egyébként a kormányzat részéről, hogy bizonyos bevételeket bizonyos kiadásokhoz kötött, kiadás fajtákhoz vagy formákhoz kötött. Ezzel egyetértek, mert ezzel talán valamilyen módon pontosan ezt lehet megakadályozni, hogy az esetleges külső nyomásra olyan pénzeket költsünk el üzemeltetésre, amelyek egyébként adott esetben semmilyen fajta többletet, semmilyen fajta értéknövekedést, város értéknövekedést nem hozna. Orbán Zoltánt láttam, hogy pillanatra szeretett volna. Lesz, szerintem, mert a lényeg elhangzott az ingatlan hasznosítással kapcsolatosan, szerintem nincs vita annak a tekintetében, hogy mérjük fel, hogy milyen ingatlanjai vannak a városnak. Biztos, hogy ezt meg kell nézni, mit lehet hasznosítani, mit hogyan lehet hasznosítani, abban esetleg tényleg lehet gondolkodni, hogy melyiket éri meg eladni, melyiket éri meg más módon hasznosítani. Lehet, hogy a városnak szüksége van ezekre az ingatlanokra, akár itt főtéri ingatlanokra is lehet gondolni. Azonban az, hogy ezen el kell kezdeni gondolkodni, meg hát zajlanak és ezek a munkák, az teljesen egyértelmű.
Uraim, következő téma a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban merült fel, jelentős költségnövekedésről beszélt az ellenzék. Mely szolgáltatásokról van itt elsősorban szó, ahol költségek növekedésére kell számítani, megítélésük szerint? Hát egész pontosan, de ezt összes képviselőtársam tudja, itt a nyersanyagnormák egy drasztikus növekedéséről van szó, ami általában az étkeztetéseket jelentősen befolyásolja, de ugyanígy jelentős költségnövekedés lesz a bölcsődei napközi otthonos elhelyezések, mármint a nyári elhelyezések esetében is, amely azért sajnos sok embernek a szabadság kivételét korlátozza. Magyarul kicsit rosszul fogalmaztam, tehát arról szól a történet, hogy ahhoz, hogy ő kényszerpályán nem tudja finanszírozni a nyári elhelyezését, napközös elhelyezését a bölcsödében a gyereknek, és mert ez nincsen többletköltsége, és nem tud esetleg szabadságot kivenni, akkor beszorul, de ami ennél sokkal fontosabb számomra, hogy mind a bölcsödei étkezés nyersanyag normája közel 30%-kal jó 30%-kal nőtt. Az idős ellátásban az étkezési költség 30%-kal nőtt. Ugye ezzel párhuzamosan az idős ellátásban a hazaszállított, vagy kiszállított, vagy elvitt ebédeknek a költsége is jelentősen nőtt. És miközben azt a kommunikációt halljuk az országban, hogy 6,5%-os infláció volt, mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy egyébként az inflációs csomagban az élelmiszerek ára lényegesen meghaladta az inflációt, tehát azért az a 30%-ot nem is, de azért a 20%-os átlag élelmiszer áremelés megvolt, és ez jelentősen befolyásolja az emberek megélhetését úgy általában, de azt gondolom, hogy szociálisan rászoruló embereknek az étkeztetését ilyen többletköltséggel terhelni, az több, mint felelőtlenség. Egyébként én azt gondolom mellette még, hogy közbeszerzési eljárás kiírásával valószínűleg adott esetben csomagban való értékesítés kapcsán, hiszen a közbeszerzési eljárásoknak ez a lényeg, és a bölcsődiknél ugyanígy meg kell közbeszereztetni a nyersanyagköltségeket, a beszerzési árakat, talán csökkenthető lett volna ez a költség. Én jelenlegi körülmények között elég indokolatlanak tartom ezt a mértékű áremelést. Alapvetően, ami elhangzott, az egyébként nyilván nem fedi a valóságot. Tehát, hogy, nézzük meg a másik oldalt. Hogy látjuk, hogy viszonylag ezt gyorsan és határozottan elmondjam, hogy mi nem igaz ebben. Először is azt tudjuk, hogy a szociális szolgáltatások térítési díjai, ezek alapvetően egy konstans értékek, amelyek a különböző szociális rászorultságtól függően változnak. Tehát pont az a lényege ezeknek az ellátásoknak, hogy a jövedelmi szintek minél alacsonyabbak, nyilván már kevesebbet kell fizetni ezekért a szolgáltatásokért. Tehát ezek nem egy olyan térítési díjformák, amelyek nem alkalmazkodnának a mindennapi életviszonyokhoz. Ez az egyik. A másik az valóban meggondolandó, és mi is elgondolkodtunk azon, hogy érdemes volt-e a szocialistákra hallgatni, amikor azt javasolták, hogy vezessük be a bölcsődei térítési díjat. Nem biztos, hogy jó ötlet volt, de ennek a tanulságait le kell szűrni, és nyilván egy felülvizsgálat még mindig jobb, mintha esetlegesen hosszú távon mondjuk nem kívánatos jelenségek. Én azt gondolom, hogy az feltétlenül indokolt, hogy ezt felülvizsgáljuk. Nyilván az óvodai átjárhatósággal összefüggésben azért felmerülnek olyan dolgok, amelyek erre ösztönöznek minket, de összességében nem baj. Talán a javaslattevő is belátta, hogy indokolatlan volt ezt ennyire szorgalmazni. Ez az egyik. A másik pedig azok a térítési díjak, amelyekről képviselő úr beszélt, azért alapvetően például a nyári napközi, ami valóban egy jelentős emelésnek mondható, azért 7 éve egy forinttal nem került megemelésre. Az sem biztos, hogy felelős döntés volt, hogy azt a mindenkori évi pénzromlás mértéket nem emelték rá a mindenkori döntéshozók, mert most egybe kell, és a jogszabály pedig úgy változott, hogy önköltséges alapon kell ezeket a nyári napközis táborokat megszervezni. Nyilván ez mindenkinek azt jelenti, hogy valamivel drágábbak lesznek ezek a szolgáltatások, de nem igaz, hogy összességében drágulnak, hiszen a szociális rászorultság alapján ez differenciálódik. Tehát nyilván egy ellenzéknek azt kell mondani, hogy mi nem jó, de riogatni meg nem célszerű a szombathelyeket, mert nincs itt a vég. Egy mondat csak, mielőtt reagálna. Elhangzott egy 6,5%-os infláció a tavaly évben általában.
általában nem volt 6,5% infláció, most szándékosan nem mondok számot, de lényegesen alacsonyabb volt az infláció ennél, ami még attól infláció, de ha már számokról beszélünk, akkor legalább pontosan idézzünk. Tehát ez sem felelt meg a valóságnak. Mint általában semmi, amit mondtam. Na most, jó, hát persze itt most mondhatjuk teljesen nyugodtan is, és magabiztosnak tűnő módon azt, hogy a térítési díjak nem változnak, dehogy nem változnak. Ha az alaptérítési díj változik, akkor a szociális rászorultsági elvek alapján a minimál nyugdíj x-szeresével való jövedelem csökkenés esetében ugyanúgy emelkedik. Tehát nyilván nem 445 forintra emelkedik, mint amennyire most a alaptérítési díj emelkedett 330 valány forintról, hanem annak arányos részében, de aki eddig 100 forintot fizetett, az most 130-at fog fizetni. Aki eddig 80-at fizetett, az most 100-at fog fizetni. Aki egyébként ingyen kapta, az ezután is ingyen fogja kapni, mert szociális rászorultsági elven ingyen kapta. De miután nagyon jól tudjuk, hogy az étkezés, a térítési díjak, az ingyen osztott étkezéseknek jelentős része, illetve egy jóval elhanyagolható része, tehát valaki... mindig általában fizetnek térítési díjat az étkezésért, az igénybe vett szolgáltatásért. Ez egy-két esetben nem igaz, de most hadd ne soroljam föl, rendszeres gyermekvédelmi támogatásból részesülők például az óvodá bölcsődében nem fizetnek, meghatározott minimál nyugdíj alatti jövedelemben rendelkezős nyugdíjas nem fizet, de azért ez többség azért fizet, csak nem a teljes térítési díjat, hanem egy valamilyen részét, hányad részét, ami nyilván most emelkedik. Ez az egyik. A másik pedig a bölcsődei térítési díjat jelentem, a Fidesz kormányzat tette lehetővé rendelet, a jogszabály módosítással. Az előző ciklusokig a bölcsődei férőhelyek ingyenesek voltak, csak térítési díjat kellett érte fizetni. Az egy másik kérdés, és ezt mindannyian nagyon jól látjuk és tudjuk, hogy egyébként egy bölcsődei férőhely akkor, mondjuk egy évvel ezelőtt, de most is körülbelül 1.200.000 forintba kerül per fő. Most az 1.200.000 forintból cirka az állam lefinanszírozott az elmúlt években 5-600.000 forint körül összeget, a különbözetet Szombathely városa a teljes költségvetéséből kellett megfizetnie. És én nem megvédeni akarom azt a rendeletet, amely arról szerint, tehát a törvénymódosítást, ami arról szól, hogy a bölcsődében lehet térítési díjat szedni, hanem egyszerűen azt akarom mondani, hogy van létjogosultsága a térítési díjnak meghatott feltételek között, és abban maximálisan ezért értettünk a közgyűlésen, hogy egyébként felül kell vizsgálni a térítési díjaknak a mértékét, egyáltalán térítési díjakat, mert lehet, hogy lényegesen több adminisztráció, és lényegesen több macerával jár, mint amennyi bevételt jelent, mert ha ez tényleg valósan nem jelent olyan jelentős többet bevételt Szombathely város részére, mint amekkorában mondjuk növelhető lenne a bölcsödéknek az ellátási színvonal, akkor valószínűleg nem kell vele foglalkozni. Itt ismétlem, 2014-től kötelező lesz az óvodai elhelyezése az óvodába érkező gyerekeknek. Jelenleg ennek semmilyen feltétele nincs meg, miközben ott feszít az a probléma, hogy térítési díjak miatt a bölcsödéből, amilyen gyorsan csak lehet, óvodába akarják vinni a gyereket, és általában 3 éves kor alatt is megpróbálják óvodába vinni a gyereket, és általában az év vége előtt is megpróbálják, hogy minél kevesebb térítési díjat kelljen ezért fizetni, ez a feszültség fennáll, és ezt egyetértek, hogy meg kell vizsgálni, de hogy éjjel alsó tavon, ez egyszerűen nem igaz. Egy, csak azt mondtam, fontoljuk meg, egyiket a törvényi háttérnek a Fidesz biztosította, és majdnem minden önkormányzatban is vezette a térítési díjat az elmúlt években. Érzem, hogy léphetünk-e tovább, mert erről valóban beszélhetnénk még sokáig, és biztos is, hogy fogunk az óvodai helyekről is, viszont fontos kérdés a fedett uszoda finanszírozása, illetve a működése, ami most eléggé veszteséges, és ráadásul megszűnik a keresztfinanszírozás lehetősége a Vasi víznél. Ezzel kapcsolatban milyen megoldást látnak, és milyen megoldás születhet? Az először is nyilván az üzemeltető Vasi víz ZRT javaslatait várjuk. Amiért viszonylagosan egyszerűen manifesztálódott a közgyűlési előterjesztések között, hogy hát fizesse ki a szombathelyi önkormányzat ugye a ráeső veszteséget. Azért alapvetően azt tudják a képviselők, akik régóta tagjai a közgyűlésnek, hogy körülbelül mekkora az a nagyságrend, amit a fedett uszoda kvázi veszteségként termel. És ez valóban ez a 120, 140, 160
volt ilyen év, hogy csak 100 millió forint, de azért ez alapvetően függ attól is, hogy az adott gazdasági társaság, mint üzemeltető, milyen költség ráfordítási hányadot számol el. Ugye azért ebben is voltak változások a Vasivíz mindenkori menedzsmentjeiben, volt egy bevételarányosan, volt, hogy egyéb módszerek alapján. Először is szerintem ahhoz, hogy tisztán lássunk, ahhoz tényleg tisztán látni kell a szintiszta működési veszteséget. Tehát ugye az, hogy mondjuk arra különböző egyéb költségek ráosztásra kerülnek, az szerintem csak torzítja a képet. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy a jogszabály azt írja, hogy a víz és csatorna díjakból nem lehet üzemeltetni ilyen létesítményeket. Nagyon kevés ilyen van egyébként az országban, és ennek a megoldása nyilván a következő időszak feladata. Én azt gondolom, hogy meg fogja találni ezt a vízmű, ugye per pillanat ő üzemelteti az uszodát, tehát nem fordulhat elő olyan, hogy a szombathelyek egész nyugodtan, kényelmesen ne járjanak a fedett uszodába. És hát nyilván itt van egy vízilabda csapat is, akik nyilván... Hát arról nem is beszélve, hogy milyen komoly sportélet folyik ott. Hát azért a győriek irigylik azért a szombathelyi fedett uszodát, hát azért legyünk büszkék erre a létesítményre, és igenis, hogy mindenki tegye hozzá magáét, hogy ez az úszoda továbbra is konfliktus. Bár az megint más kérdés, hogy a vízilabda csapatnak jó lenne, ha lenne egy saját helye, mert a feszültség az meg az úszók és a vízilabdázók között van, de ez meg egy teljesen más kérdéskör. Annyi csak kiegészítés, hogy egyébként az úszoda maga a Vasivíz ZRT tulajdonában van, tehát azért a helyzetet még ez is bonyolítja. Ez, ami egyébként általában nem jellemző az országban, tehát nem jellemző, hogy a vízközműtársaságok tulajdonában van a Vasivíz, és ebben én most nem kívánok belemenni részletében, még bonyolítaná is a helyzetet, de azért annak idején, amikor az úszoda ilyen konstrukcióban készült el, és azóta így van működtetve, annak bizony voltak egyéb háttérmegállapodás részei is, és nyilvánvalóan minden változtatásnál ezt is figyelembe kéne venni. Erről majd azt gondolom, hogy a későbbi ebben lehet bővebben is beszélni, szerintem ez nem célszerű. A lényeg az, hogy az úszoda működtetése az egy megegyezéses állapot volt annak idején, és való igaz, amit alpolgármester társam is mondott, hogy nem mindegy, hogy az általános költségeket hogy osztjuk szét. Tehát attól, hogy egy úszoda nem lenne a Vasivízbe, még ugyanaz a menedzsment működne. Tehát most például egy menedzsment költségből esik a rész az úszoda működtetésre, vagy nem? Meg lehetne még ezeket sorolni, tehát nyilván ez egy bővebb időt fog igényelni, hogy erre egy végleges megoldás szülessen. Azt gondolom, hogy önmagában az, hogy pénzügyi okok vannak, az nem vezethet ahhoz, és nem is fog ahhoz vezetni, hogy az úszoda nem működjön. És vegyük figyelembe azt is, hogy itt nem csak szombathelyiek vannak, hanem nem szombathelyiek is tömegével itt tudnak megtanulni úszni, akár iskolások, akár nem iskolások, ez még további egyéb problémákat is felvet. Tehát végig kell gondolni mindenkinek, aki érdekelt abban, hogy az úszoda az működjön, hogy lehetne erre közösen megtalálni a forrásokat. És talán most nyilván... még nagyobb lesz az igény arra, bocsánat, hogy közbevágok, de ugye ez a mindennapos testnevelésnél, ez biztos, hogy még hatványozottabb. Ez egy lehetőség például arra, abban a pillanatban viszont állami fenntartású is részben az úszoda, hiszen azáltal, hogy 5 napos mindennapos testnevelés lesz, ugye felfutóban 4 év alatt ez minden év folyamat érinteni fog. Tulajdonképpen nagy valószínűséggel ilyen gyorsan létesítményeket nem lehet produkálni, tehát télen valószínűleg az úszoda egy része lehet majd, és ebben a pillanatban ez már az oktatási fenntartási költségek között is meg kell, hogy jelenjen, hiszen kvázi kötelező feladat. Tehát azt gondolom, hogy sok-sok apró tételből kell összerakni azt a fenntartási költséget, amely aztán majd hosszú távon biztosíthatja. Reményeink szerint majd egy később akár egy felújított úszodának és azáltal olcsóban működő úszodának a működési költségét. Az lenne a legszebb. És ha már oktatás, akkor a következő témánk. Hónapok óta egyeztet a város is a... Bocsánatot kérek. Elnézést. Az úszodát, de nem tudom, Zoli akartál mondani ezt kapcsolatosan valamit. Tehát én azért a Vasivíznél és a Vasivízzel kapcsolatot kicsit szélesebb körben látom. Nevezetesen abban látom a problémát, hogy ahogy mind a kettőben igazság természetesen, hiszen a jogszabályi változások okozzák azt, hogy a Vasivíz egyre lehetetlenebb helyzetbe kerül. A lehetetlenség egyik ok az a 320 millió forint per év, amelyet a különböző hálózathasználati díjként az állam elveszt tőle, ami ugye 3 év alatt lenullázza a Vasivíznek a fejlesztési tartalékait, ami
Később egyébként azt jelenti, hogy Szombathely város legalább 51%-ban ezekhez hozzá kell, hogy járuljon, de itt olyan dolgok is felvetődtek, hogyha a város területén történik valami kár, akkor esetleg, vagy valami probléma, vagy fejlesztés. Teljesen igazán volna a képviselőtársamnak abban, hogy annak idején történt egy megállapodás, hogy Szombathely városában lényegesen alacsonyabb lett volna a vízdíj, hiszen fajlagos költségei a kisebb területen nagyobb fogyasztói létszám miatt lényegesen kisebb költséggel, olcsóbb vízdíjjal alapítottuk volna meg, hogy ne legyenek ebből feszültségek a vidék és a város között. Ezért lettek körülbelül harmonizált vízdíjak megállapítva, és cserében a Vasi Víz vállalta, illetve pontosan a kisebbségi tulajdonosok is vállalták, mert azért ebben ne felejtsük, hogy Körmentől Kőszegig, Őri Szentpétertől egy csomó település benne van a kisebbségi 49%-os tulajdon részben, fölvállalták azt, hogy ennek a költsége benne legyen a vízdíjba. Na most ez egy jelentős problémát jelent ma a városnak, és ehhez képest megjelenik a szabályozók változása miatt, a szabályozók ismételt változása miatt egy 140 millió forintos többet költség Szombathely város életébe, és akkor mi nem beszélve az egyszerű tényleg, hogy Vasivíznél megint egy problémát jelent, és nem tudom, hogy lehet kezelni. Ugye egy jelentős ispa beruházásban több mint 5 milliárd forintos fejlesztés valósult meg szennyvíztisztító rendszer és egyebekben a városban, amelyben vállalt a Szombathely városra, hogy olyan vízdíjat állapít meg, amely meghatározott nyereséget és meghatározott költséghányadokat tartalmaz az unió szabályai szerint, hogy ez is nyilván valami módon kell, hogy változzon, hiszen itt a költségek, a finanszírozások, a keresztfinanszírozások változnak. Ebből kifolyólag nem tudom, az uniós megállapodások egyáltalán módosíthatók-e, de én ezzel csak azt akartam jelezni, hogy hát elefánt a porcelánboltba, tehát Szombathely városának az az országos törvény, amely változtatta ezt a finanszírozási rendszert, nagyon sok kárt okozott. A viszonylag harmonikus és alacsony vízdíj, mert azért éppen azt hiszem képviselőtársam mondta, hogy azért egyik legalacsonyabb vízdíj van egyébként a Vasi Víz területén, tehát nem a legdrágább vízdíjakkal dolgozott a város. Tehát ehhez képest is meg tudtuk ezeket a keresztfinanszírozásokat mindenféle probléma nélkül oldani, hogy alacsony vízdíjakat állapítottunk meg. Ugye az, hogy károkat okozott a városnak, nyilván ez megint szemlélet kérdése, meg hivatkozhatunk aztán itt uniós szabályokra, előírásokra. Ettől még, ahogy több fórumon elhangzott, a rezsiköltséget a Fidesz csökkenteni fogja, és az a vízdíjakat is érinteni fogja. Tehát lehet aztán kitalálni, előszedni uniós szabályokat, brüsszeli normatívákat, károkozásokat. Ettől függetlenül ebben az ágazatban is a rezsicsökkentés feladatunk, és meg is fogjuk oldani. És hát az ingyen ebédet majd a város fizeti. Tovább léphetünk a... Még ha nem is tetszik a szocialista képviselő. Nekem minden rezsicsökkenés tetszik, félzésen. Témára azt mindegyikről külön-külön műsort tudnánk szerkeszteni, de én szeretném, hogyha témában előkerülne például az, amit elkezdtem az előbb, a Klebersberg intézményfenntartó központ és a város közötti egyeztetésről, hogy a Szombathelyi tankerület mely épületet kaphatja meg, a Kossuth utca 11-es számú épület merült fel. Milyen megállapodás született, hogy milyen lehetőségek merülnek? Ahol elférnek és ahol gazdaságos, tulajdonképpen részletkérdés szerintem. Az ügy felmerült a Kossuth utca 11 szám alatt ingatlan, jó néhány ingatlan. Nyilván meg fogjuk találni a megoldást. De az, hogy ilyen feltételek. Ugye az, hogy pártköztisztviselő hol dolgozik, nem hiszem, hogy ez a Szombathelyek inger küszöbét elérő kérdés. Tehát nem hiszem, hogy nagy társadalmi vita zajlik abban, hogy most a Kossuth 11-ben, a Kossuth 9-ben, a Városházán, vagy a Szili János utcában fognak dolgozni, megfelelő kulturált körülmények között biztosítjuk az elhelyezésüket. Hát egyrészt a közgyűlési javaslat az volt, hogy a Kossuth 11, a másik pedig európai és uniós pályázati pénzekből megcsináltuk ezt az ingatlant, átalakítottuk. Ez több mint 100 millió forintjába került Szombathely városának. Természetesen benne vannak uniós pénzek is, éppen le akart tűnteni képviselőtársam, azon mosolygottam. Szóval abban jelentős uniós pénzek, mert ez önkormányzati rész is van, azt hiszem, 50 millió, mennyi? Körülbelül 50 millió forint önálló Szombathelyi pénz van, és ebből kifolyólag nekem korán sem mindegy, hogy ebből most bevétele származik a városnak, vagy egy állami szervezetnek ingyen odaadja. A keresztfinanszírozásról nem kívánok beszélni ebből a dologban, ezt megint képviselőtársaim tegyék meg. Én azt gondolom, hogy ez ártalmas, miközben ingatlanok állnak üresen, és nem tudjuk megoldani a fejlesztésüket. Például a volt egészségügyi szakközépiskola ingatlan, a romlik, nem tudjuk megoldani a hasznosítását, stb. Miközben egyébként az egészségügyi képzés is éppen romlik, de hát ezt majd az idő eldönti, hogy jogos volt ennek az intézménynek a bezárása. Talán sokakat érinthet a városban a következő
témakör, a tömegközlekedés fejlesztése. Az egyik legnagyobb egyetértés ebben a kérdésben volt a 30Y-os buszjárat visszaállítása, azt hiszem, hogy ezzel különösebben talán... Nem a visszaállítása, a tábla megváltoztatása, az a tábla... legolcsóbb módosítás. Nyilván kap egy új táblát az egyik járat, viszont a 9-es busz az sarkalatos kérdés, minden fogadóórás műsorunkban elhangzik, hogy járatot módosítani, illetve optimalizálni kell. Milyen változást fogadtak el a volánnal, illetve mik lesznek a legfontosabb változások? Alapvetően először is szögezzük le, hogy a legtöbb kutatás szerint a tömegközlekedés az egyik legfontosabb városi közszolgáltatás. És érdekes, mert a mai napig nem kötelező önkormányzati feladat. Magyarán egyébként nem is kellene ellátni, de hát nyilván egy ekkora városban, mint Szombathely, ez furcsán néz neki. Meg hát a környezetvédelmi és egyéb okok miatt is szerintem sokkal inkább előnyös. Összegyűjt az a rengeteg változtatási javaslat az elmúlt időszakban, amit egyéni képviselők, szervezetek, magánszemélyek, városvezetők, képviselők, hölgyek, urak javasoltak. Ennek egy ömlesztett formája került a közgyűlés elé, szerintem ez a helyes megfogalmazás, és ennek a körülbelüli költségvonzatait fogja a képviselőtestület látni a következő közgyűlésen, ahol pedig végleges döntési helyzet lesz. Tehát még azért végleges döntés nem született, tehát a menetrend módosítási javaslatokat vettük számba, minden képviselő elmondta, hogy hol szeretne buszt, nyilván ott is, csak ne a háza előtt álljon meg. Ez a klasszikus tömegközlekedéssel kapcsolatos vita, de szerintem jó volt, mert nagyjából látható volt, hogy melyek azok a legfontosabb módosítási javaslatok, amik többséget is fognak kapni a közgyűlésen. Ez a módosításokat jelent csak, vagy adott esetben új járatokat is, új útvonalakat is, új buszjáratok kialakítását? Ez is az is van, de alapvetően azért járatsűrűség, hétvégi buszjárat, munkához igazodás, tehát számtalan... Járatok kitolása este és a reggeli órákban... Így van. Tehát számtalan ilyen, illetve a nagy foglalkoztató cégeknek a járatait, amelyek a munkában menés a különböző műszakokhoz igazodóan kerülne át néhány járat a városi tömegközlekedésbe, ez mind tartalmazza. Így van. Hol vezetem? Hát az előterjesztés, amit tárgyaltunk, de végül is elhalasztottuk az elfogadását, ez egy kicsit közelít ahhoz az állapothoz, ami egy évvel ezelőtt ugye elvettünk, most nagyjából ugyanazt próbáljuk visszaadni, ez szerintem úgy nagyjából a reális a közösségi közlekedésből, tehát talán az optimális szinthez közelítünk. Most tényleg minden képviselő, főleg az egyéni képviselők nyilván elmondták, hogy milyen egyéb igényeik vannak, ez most már talán egy kicsit a lónak a másik oldala is, tehát most meg nyilván mindenkinek vannak igényei, meg vágyai. Kicsit talán átfordulunk arra az oldalra, amit lehet, hogy már finanszírozni meg nem fogunk tudni. De mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyjából helyes irány lesz, ami körvonalazódni látszik. Tehát megpróbáljuk azokat az igényeket, nyilván városvezetők egyeztetnek a volánnal figyelembe venni, amik problémaként merültek fel. Tényleg itt az iskolába eljutás nagyon sokaknak problémát okozott. Ezt talán úgy látom, hogy kezd beállni arra a szintre, ami már megoldható lesz. Körülbelül mikorra? Tehát a következő közgyűlésen már megtörténhet? Igen, Gyabrowski képviselő. Nincs meg a pénzügyi fedezete. A jelenlegi költségvetés nincs meg a pénzügyi fedezete. Molnár képviselőtársam azzal kezdtem mondani valójában, hogy fejlesztési vagyonhasznosítási bevételekből lehet fejlesztéseket megoldani, és ez abba a kategóriába tartozik, nincs meg jelenleg a fedezete ennek is, és másnak sincs meg. Ugye most kérdés, nem is kell itt dönteni, erről itt tenni az asztalnál, tehát hogy most nincs meg a fedezete, ez hát most így ötünk viszonylatából viszonylag kevesebb problémát jelent, de a következő közgyűlésen meg kell, hogy legyen egyetértünk. Hát én meg azt gondolom, hogy egyrészt így van, nem döntöttünk az ügyben, de ami ennél fontosabb az, hogy teljesen igazán képviselőtársamnak, hogy ezt annak idején elmondtuk, hogy nem szabad elvenni. Ez a normál működéshez hozzátartozik, azon a rezsicsökkentés, 100 forintot elveszünk különböző adóból, 10-et visszaadunk, és boldogok vagyunk, hogy visszaadtuk a 10 forintot. Azt is egyébként a más kárára, szakállára próbálják megtenni, de most is egyébként szakemberek elmondták annak idején, hogy az sokkal nagyobb kár egy járatot megszüntetni, majd visszaállítani, mert
a bevételek jelentősen elmaradnak az előző bevételekhez képest, mert az emberek átszoknak egy másik fajta életmódra, más járatokra, mondjuk kerékpárra, vagy egyéb más közlekedési eszközre, és nehezebben szoknak vissza, és ezért ne felejtsük el, hogy a volánnak nem csak abban van a bevétele, hogy Szombathely város biztosít, hanem a jegybevételek így igen jelentős a bérletbevételek, igen jelentős bevételi forrásai a volánnak. Tehát, hogyha egy járatot megszüntetünk, majd újra visszaállítjuk, akkor az nyilván nem lesz ilyen gazdaságos, vagy nem lesz annyi bevétel a volánnak belőle egy jó darabig, mint ami annak idején volt, mielőtt megszüntettük. Most azt visszaállítjuk. Uraim, 5 percünk van a beszélgetésből. A következő téma szintén fontos, talán a biofűtőmű. Elmaradnak-e a beruházások, illetve hetek óta hallgathatjuk azt, hogy ez a téma most már többször felmerül. Mi most a helyzet? Mi marad el? Mi épül meg? Mitől sikerül dönteni? Én minden egyéni képviselő tudom én azt mondani, hogy a Vizenlő utcai tervezett fűtőmű kapcsán a testület döntés hozott, hogy ott nem lesz beruházás, tehát nyilvánvalóan ebből azért az látható, hogy ott nem lesz. Illetve a közülés egy olyan döntés hozott, hogy megkívánja hallgatni, illetve eleget kíván tenni annak a kérésnek, amit a norvég befektetők fogalmaztak meg, hogy szeretnének ott lenni a következő képviselőtestületi ülésen, és szeretnék kifejteni érveiket, nyilvánvalóan döntést ennek ismeretében lehet hozni majd a következő testületi ülésen. Mit tartanának elfogadhatónak az ellenzék képviselői? Legyen egy irány, amit követünk. Tehát az biztos, hogy a lehető legrosszabb, hogy 2 hetente módosítgatunk, hogy bejelentjük azt, hogy nem lesz, utána lehet, hogy mégis lesz, aztán mégse lesz, és lehet, hogy mégis lesz. Tehát ez biztos, hogy a lehető legrosszabb, mint a beruházó cég, mint a lakosság szempontjából. Tehát, hogyha most halasztottunk egy hónapot, akkor tényleg a következő hónapban beszéljük át, és zárjuk le a kérdést, mert a lehető legrosszabb ez a bizonytalanság. Egyrészt azt gondolom, hogy le kell vonni azokat a hibákat és tanulságokat, amik az elmúlt időben ennek a két beruházásnak a kapcsán kialakultak. Egyetértek az, hogy a két beruházást külön kell kezelni. Más volt az előkészítettsége, más volt a partneri viszonya a Grenor féle beruházásnak, mint a fűtőmű bővítésnek. Szerintem a Telfőnek abba az irányba kell elmennie, amit egyébként többen is mondunk, hogy a hatékonyságot kell javítani, tehát csökkenteni a fűtésénél a veszteségeket, a panellakások szigetelésével, a fűtésrendszer korszerűsítésével, a szállító vezetékeknek a hőszigetelésével jelentős energiamegtakarítást lehet megvalósítani. A Grenor esetében én meg azt gondolom, hogy igenis körültekintően kell eljárni. Azt azért tudomásul kell venni, itt olyan 1 millió euró körüli kártérítési összeg is forgott, hiszen azért a város szándéknyilatot adott, a képviselőtársaim ketten a Grenornál kint voltak, és megnézték ezt a működést, tehát mindenféleképpen elkötelezték a várost ebben az irányban, de azt magam részéről városi képviselőként nehezen fogadom el, hogy közülési hatáskört sajtótájékoztatóval egyéni képviselők kijelentenek, és ennek megfelelően másképp tesznek. Én azt gondolom, hogy a közülés tekintélyét jelentősen lejáratja az, hogyha valaki másfél héttel előtte kisajtozza azt, hogy már pedig nem lesz erőmű és nem lesz fűtőmű, egyébként mint közgyűlési állásfoglalást. Mert ez közgyűlési állásfoglalás kérdése, ezt nem teheti meg. Meg kéne várni a közgyűlési döntést ebben az ügyben, a közgyűlési egyeztetést, és illetve hát azt a fajta egyeztetést meg igenis el kellene követni a lakossággal az elmúlt időszakban folyamatosan, amit a legtöbben hiányoltak az elmúlt, főleg a fűtőmű beruházás esetében, és nem valósult meg. A Grenor esetében szerintem meg a helyieknek a döntése az igen jelentős probléma is jelentős gondot fog jelenteni. Szerintem a helyieket kell elsősorban meggyőzni. Az, amit Sági képviselőtársam mondott a közgyűlésre, hogy nem is Szőlőshez tartozik az erőmű, meg egyébként a szocialisták akarták, az egyszerűen hazugság. Szóval egy kicsit jobban kéne kezelni a helyi képviselőnek ezt a konfliktust, mert hát ez alapvetően az ő érdeke és az ő feladata. Csak annyit, hogy a 2014-20-as uniós ciklus egyik kiemelt prioritása nem Magyarországon, hanem Európai Unióban az úgynevezett zöld energia és alternatív energiaforrások minél nagyobb mértékű hasznosítása. Ennek kapcsán minden városnak kötelezettsége van, és el kell készíteni a saját energia stratégiáját ezen időszakra, illetve hát hosszabb távon. Én nagyon kíváncsian várom majd képviselőtársaim véleményét akkor, amikor ezt az energia stratégiáról vitatkozunk, hogy akkor hogy képzeljük el közösen majd a Szombathely jövőbeni ilyen irányú működését. Én nem akarom elvenni egyébként képviselőtársam kenyerét, főleg a Horváth Zoli
a kenyerét ebben az ügyben, de azért az Európai Unió éppen egy változás alatt van, hiszen a zöld energiának egyik legfontosabb része a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, és az Európai Unió maga is rájött, hogyha a biomasszákat elégetik, abból a szén-dioxid kibocsátás ugyanolyan magas maradt, tehát egy másfajta eljárást kell annak érdekében elérni, hogy a szén-dioxid kibocsátás csökkenjen, mert alapvetően ez a cél. Horváth Zoltán, ha már megszólítva lett, zárszóként. Maga a füstölés, a szárításra járó szén-dioxid kibocsátást nagyon sok kérdést fölvet. Biztos, hogy a biomassa nem a legzöldebb energia. Zöld energia, megújuló energia. Meg kellene nézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Például szénenergiában úgy tudom, hogy Magyarország betöltötte a kvótáját, tehát itt azért szűkösek a lehetőségek. Az biztos, hogy a biomassa a legkevésbé zöld energia a megújulók közül. Annyi csak meg, én semmilyen energiafajtát nem részesítettem előnyben, amikor elmondtam a mondataimat, tehát nem is értem a reakciókat ilyen szempontból, nem tudom, kinek célozták a mondani valójukat. A biomassa erőmű ezek szerint, mert más irányban való gondolkodást én nem láttam még. Napelemeket föltenni, mondjuk a 10-emetesek, vagy a 4-emetesek lapostetők tetejére, vagy egyéb más. Abba kell hagynunk a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és biztos, hogy fogjuk még folytatni akár ebben a témában is. Kedves nézőink, köszönöm szépen, hogy ismét velünk tartottak, további jó televíziózást, viszontlátásra!